Szülőként természetes vágyunk, hogy gyermekünket okosabbá tegyük. Ma 10 olyan tudományosan igazolt tényről fogok beszélni, melyek segítségével gyermekedet okosabbá teheted. Zenei képzés. A kutatások azt mutatják, hogy a zenei képzésben résztvevő gyerekek átlagos intelligenciája magasabb, mint a többieké. Dupla haszon. Gyermeked megtanul zenélni, énekelni, és még okosabb is lesz. A hülye focista. Ahogy mondani szokták, a focisták hülyék maradnak, mert a könyvtár helyett a focipályára járnak. Valójában ez nem igaz. A helyzet az, hogy a mozgás hozzájárul gyermeket tanulási képességének javításához. A kísérletek azt mutatják, hogy mozgás után a gyerekek tanulási képessége jelentősen javul, 3 hónap intenzív edzés után pedig javul az agy vérellátása. Olvassatok együtt! Ha gyermeked már tanul olvasni, akkor esténként ne csak olvas neki mesét, hanem a mese közben hívd fel a figyelmét egy-egy ismert betűre, szóra, később megkérheted, hogy ő olvasson fel egy-egy mondatot, vagy egy szakaszt. Sokkal élvezetesebb lesz így, és számára is sikerélményt jelent majd az esti meseolvasás. Alvás. Az alvás megvonás negatívan hat gyermeket szellemi képességére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik nem alszanak eleget, a következő nap rosszabbul teljesítenek az iskolában. IQ. A magas intelligencia csak akkor ér valamit, ha szorgalom és önfegyelem is társul hozzá. A tapasztalat azt mutatja, hogy az iskolában nem annyira az intelligencia számít, sokkal inkább az, hogy gyermeked mennyire hajlandó dolgozni és mennyi időt fektet a tanulásba. Aktív tanulás. Agyunk sokkal inkább alkalmas arra, hogy megjegyezze azt, amit csinálsz, mint hogy megjegyezze azt, amiről hallasz, vagy amiről olvasol. Éppen ezért a tanulás során inkább csak időd 1/3-át fordítsd a tanulásra, és 2/3-át gyakorlással töltsd. Étkezés. Ne engedd el gyermeked éhesen az iskolába. Legjobb, ha reggelire valamilyen rostokban gazdag, magas szénhidrát tartalmú, ugyanakkor lassan felszívódó ételt fogyaszt. Ilyen például egy tál zappehely. A cukor rövid távon nagyon hasznos gyermeked agyműködéséhez, ugyanakkor ezzel vigyázz, cukrot és cukros üdítőket kis mennyiségben, mértékletesen és csak tanulás alatt ad gyermekednek. A boldog gyerek sikeres gyerek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minél boldogabb egy gyerek, minél kiegyensúlyozottabb a családi háttere, annál jobban teljesít az iskolában. A boldog felnőttek jobban teljesítenek az életben is, jobb munkát, magasabb fizetést kapnak, és a magánéletük is kiegyensúlyozottabb. A kortárs csoport. Gyereked személyiségének, viselkedésének alakulásában nagyon nagy jelentősége van a kortárs csoportnak, azaz az őt körülvevő gyerekeknek, osztálytársaknak, barátoknak. Szerencsére ennek alakulásába te is beleszólhatsz, hiszen te döntheted el, hova menjen iskolába, vagy mit sportoljon. Higgy gyermekedben. Nagyon fontos, hogy higgy abban, és ez gyermekednek is elmond, hogy ő képes teljesíteni az iskolai követelményeket, és képes sikeres felnőtté válni. Azok a gyerekek, akikben szüleik és tanáraik bíznak, sokkal jobb eredményeket érnek el a teszteken, mint a többiek. A varázsbetű segít. A varázsbetű segítségével könnyedén és játékosan fejlesztheted gyermeked olvasási képességét, így tanulási eredményessége is növekedni fog. A varázsbetűről többet itt tudhatsz meg, ha pedig szeretnél további ilyen információkat kapni, akkor itt iratkozhatsz fel. Köszönöm, hogy velem voltál, kérlek, tarts velem legközelebb is!